Az olvasás népszerűsítésének céljából az Újpesti Szabó Ervin könyvtár mindig különböző programokkal várja az érdeklődőket. Vendégem már Goldoványi Zoltánnal, a Király utcai könyvtár, az Újpesti Király utcai könyvtár vezetőjével beszélgetünk. Üdvözlöm, igazgató úr, köszönöm szépen, és üdvözlöm a nézőket is. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívást. Az első és legfontosabb, amiről beszélnünk kell, ez a bizonyos országos könyvtári napok elnevezésű eseménysorozat, programsorozat, ami, ha jól tudom, most 2019-ben az ENSZ fenntartható fejlődését választotta témájára. Mi is ez az eseménysorozat, és aztán később beszélünk arról, hogy önök mivel készülnek. Így igaz, ez itt estóban már a 14. országos könyvtári napok. Hagy puskázzak egy kicsit, mert nagyon szép tematikát fogalmaztak meg. Az ENSZ fenntartható fejlődési keretrendszerére épül egy ambiciózus és átalakító jellegű jövőkép. Egy olyan világot képzeltek el, amely mentes a nélkülözéstől, ahol mindenki boldogulhat, mentes a félelemtől, erőszaktól, ahol az írás és olvasás tudás általános. Azt hiszem, ez nagyon szép keret hozzá. És ehhez minden évben hozzáteszik a könyvtárak a magukét, különböző programokkal, különböző olvasás barát és elsősorban közönségbarát programokkal. Akkor a többi Szabó Ervin könyvtárban is van valamilyen hasonló esemény. Igaz, és nem csak a Szabó Ervin könyvtár, hanem gyakorlatilag Magyarország könyvtárainak jó része csatlakozik ehhez a héthez. Milyen eseményekkel, milyen programokkal készültek az érdeklődőknek? Milyenek voltak és milyenek lesznek? Az igazság az, hogy ez a hét már szeptember 30-ával elindult, és október 6-án a könyves vagy családi vasárnap eseményével zárul nálunk. Tulajdonképpen már a napok megkezdése előtt egy kiállítást nyitottunk, már ez két héttel hamarabb volt. Gál Melinda rajzművész, Lélektükör, a pillantás ereje című portré kiállítása. Tárlata nyílt meg az emeleten, kétszintes könyvtár lévén, nagyon érdemes megnézni. Nem az első kiállításunk, hanem lassan ebben az évben ez a 9. kiállításunk volt, amelyik megnyílt. Minden kiállításunk ingyenesen tekinthető meg a nyitvatartási időnkben. Ez volt az előzménye az októberi könyvtári heteknek. Hétfővel, 30-ával pedig Hubert Tibor Sokszínkép című kiállítása nyílt meg délután 4 órakor. Ez is egy hónapon keresztül október 24-ig. Ó, akkor még van idő. Igen, tekinthető meg. Van a könyvtárban két művészkör. Az országos Táncsics művészkör, illetve a Krúdi Gyula irodalmi kör. Ezt a hétfői kiállítást az országos Táncsics művészkör szervezésében tudtuk megnyitni. Azt mondja, a további programok, amelyek voltak, az ENSZ fenntartható fejlődéséhez kapcsolódva úgy gondoltuk, hogy nem csak a világ természeti része, hanem az emberi része is nagyon fontos. Ezért mi szerveztünk szerdára egy skót-magyar napot. Itt volt nálunk Kéri György, az első magyar skótdudás, rendkívül érdekes előadása, hiszen ő író is, úgyhogy volt egy kis whisky bemutató, egy kis skót irodalom, és hatalmas zene skótdudából. Akkor ez biztos nagyon népszerű volt, mindenki megtalálta magának. Ez volt a szerdai program, ez igazi családi esemény volt. Csütörtökön a Krúdi Gyula irodalmi kör tartott, szintén egy zenés estet. Zsuzsa Mihály jött el hozzánk akkor, ő előadóművész, nóta, énekes, költő, és tartott egy, hát elsősorban az idősebbeknek, de végül is nem volt korhoz kötve, tartott egy kiváló estet. Csütörtökön egész 7 óráig, hát alig tudtunk bezárni. Azt mondja, hogy akkor ez volt a hét. Rendkívüli programjai közül, ami hétköznap történt, csináltunk a reneszánsz jegyében, hiszen ez azért hozzákapcsolódik egy Leonardo da Vinci kiállítást, a róla szóló könyvekkel és olyan festményekkel, amelyek a könyvekben vannak, egy olyan kiállítást, amelyik szabadon elvihető. Két vitrínben kiállítottuk, és gyakorlatilag bárki, akinek megtetszik, kinyitja, elviszi, kölcsönzi, és majd természetesen visszahozza. Igen. Ez egy nagyon sokrétű program, amit kitaláltak. Mennyi idő volt ennek az egésznek a megszervezése? Ezért ez nagyon-nagyon izgalmas. Egyszerre könnyű is, és nehéz is.
Könnyű, mert az országos táncsiskör idestúl a január óta van velünk Újpesten, és tartja nálunk a minden hónap utolsó hétfőjén ezt az ingyenes irodalmi és művészeti délutánját. Ez általában délután 4 órakor kezdődik, mondom, a hónap minden utolsó hétfőjén, tehát ők állandóan jelen vannak. Ugyanez mondható a Krúdi Irodalmi Körről, ők szeptembertől csapottak hozzánk. A Krúdi Irodalmi Kör titkára német Nyiva Sándor, újpesti kötődésű, itt lakik, zenész, olimpikon, író, költő, és ő szervezi a számunkra tehát a Krúdi Gyula Kör az pedig minden hónap első csütörtökének 5 óráján tart, tehát mind a kettő folyamatosan jelen van, várunk rá mindenkit, jöhet szabadon, ingyenesen, és a kortárs irodalom, a kortárs művészet folyamatosan jelen van így a könyvtárban. És október 6-án vasárnap is különleges programokkal fognak készülni az érdeklődőknek. Nagyon-nagyon sok érdekes esemény lesz, többek között koreai nap, kedvezmények, beiratkozási lehetőség, és ez a bizonyos megbocsájtás napja is, hogyha minden igaz. Ezekről egy picit, hogyha beszélni. Igen, hát beszéljünk először a szakmai részéről, tehát a megbocsátás napja. Mindenki várja egy kicsit ebben az évben is a megbocsátás napját, ami azt akarja, hogy minden friss tartozást, nem véletlenül hangsúlyoztam ki, minden friss tartozást, akármilyen késedelmi díjat azon a napon elengedünk. Sajnos azokat a tartozásokat, amelyek több hónapja állnak fönn, vagy perlés alá estek, ezeket nincs módunkba elengedni, de minden olyat, amit az elmúlt 1-2 hónapban keletkezett, azt boldogan elengedjük. Illetve az év végéig egy ingyenes beiratkozással segítjük azokat, akik egyébként nem tudnák kifizetni a könyvtári díjat, ami hát azt mondja, hogy gyakorlatilag egy buszjegyára havonta. És akkor a nem szakmai részéről is beszéljünk hát egy picit, ami szerintem nagyon izgalmas. A Skótnapot azt emlegettem már. Igen. A másik oldalon gondoltuk, hogy a világ egyik részére is elnézünk, most elnézünk a másikra, lesz egy koreai nap. Az azért egy kis, hát más világ, az az igazság. Itt is puskázom, mert hát annyi minden lesz, hogy gyakorlatilag ezt nehéz felsorolni. Azt mondja, hogy lesz, ugye a korai tradicionális kultúrát mutatják be, lesz korai tánc bemutató, és nem csak, hogy bemutatják, hanem tanítják is. Lesz egy hanbok ruhapróba, tehát be lehet öltözni eredeti koreai ruhákban. Tanítják a kalligráfiát, és külön hozzá egy kézműves foglalkozást a gyermekeknek is, hogy hát azért ez izgalmas lehet, hogy hát ez esettel. Lesz egy tékvandó bemutató, hogy a sportot sem felejtsük ki az egészből, és akinek ez még mindig kevés, vagy jobban meg akar ismerkedni Koreával, lesz egy folyamatos rövid film bemutató Koreáról, mindenfajta különböző természet és társadalmi filmek bemutatója. Ez 10 órakor kezdődik. És mellette, kinn a kertben, Gőgő Zsuzsanna zoológus, hogy kapcsolódjunk a természethez is, csinál egy Madarak Világa című ismeretterjesztő előadást, ahol élő madarakat hoz, úgy mesél róluk, illetve elhozza, szintén élve, már hogy élő állatokkal, a madarak táplálékát is. Tehát nem csak, hogy magát a madarakat mutatja be, hanem az élet folyamataikat. Tehát magában a rendszerben betöltött szerepét, így az életkörforgását. Ez nagyon jó minden szerintem. A Koreával kapcsolatban ugye azért érdekes, mert igazából a koreai kultúra minden aspektusát majdnem ugye meg tudjuk ismerni, igen. Zene, tánc, sport, film. Itt pedig ugye az állatok szeretete is bekapcsolódik a könyvek és az olvasás szeretete mellett, ami szerintem nagyon-nagyon fontos szintén. Milyen állatokkal is találkozhatnak? Tehát, hát madarakat hoz mindenképpen. Igen. Nem árult el. Nem árult el. Annyit mondott, hogy vagyot biztos hoz, talán ő is olvasta Harry Pottert, és emiatt azt mondta, vagyot biztos, hogy megpróbál hozni. Hát gondolom, hogy hoz pockot, bármilyen olyan állatot, amivel táplálkoznak, valószínűleg ezek között rovarok is lesznek. Igen. És ugye most a nyár folyamán újabb könyvekkel is bővült újra a Szabó Ervin könyvtár, mint ugye folyamatosan. Milyen könyvek ezek? Hát ezt nehéz lenne felsorolni, uh-huh. Hiszen gyakorlatilag hetente tudunk újdonságokat rendelni. Ez nagyon jó. És ennek a központi feldolgozása után tulajdonképpen 2 hetente megérkeznek a könyvek.
Tehát ha valaki elvaktat ma egy könyvbolt vagy könyvesbolt mellé, és kinéz magának egy könyvet, a Szabó Ervin könyvtár jó esetben két hét, rossz esetben egy hónapon belül tudja prezentálni a számára. Mi egy elég változatos könyvkínálattal dolgozunk, lévén Budapest négy nagy könyvtára közül az egyik, ezért az egyetemisták, főiskolások tanulásától kezdve az ismeretterjesztésen át a Bogyó és Babócáig egészen a gyermekrészig, vagy a skandináv krimikig most elég sokat sikerült megszerezni, a régebbiekből is. Még egy kis türelmet kérünk, mert egy hónap még átfut a más könyvtár anyagából, és nagyon változatos, hát ez nehéz végigmondani. Nagyon jó, akkor tényleg mindenki megtalálja azt, amit szeretne, és a friss könyvek közül is tud válogatni. Ugye a Városnapokon is kitelepültek két napra. Itt is különböző programokkal vagy lehetőségekkel várták az érdeklődőket. Volt ingyenes beiratkozás és kedvezményes könyvvásárlás is. Hogy érezték magukat, és mik voltak a tapasztalatok? Hát most már sokadik éve, inkább így mondanám, nem is többedik, hanem sokadik éve vagyunk kint. Az újpesti Városnapokon folyamatosan nagy érdeklődést tapasztalunk, úgyhogy kölcsönös az öröm. Örülnek, hogy mi ott, és mi is nagyon örülünk. Ma egy gyermekfoglalkozással, kézműves foglalkozással vártuk két napon keresztül az árnyékban, mert ugye nagyon meleg volt a gyermekeket, folyamatos volt a könyvárosítás, ez egyébként most a vasárnapi könyves családi vasárnapon is megtesszük, de egyébként az év közben is folyamatosan próbáljuk használt könyveinket, illetve ajándékba kapott könyveinket árusítani. Tehát a könyvtáron belül is, ha valaki bejön és úgy gondolja, hogy egyébként nem tud hozzájutni könyvhöz, nagyon olcsón nálunk meg tudja venni. Illetve az újpesti Városnapokon is egész az év végéig egy ingyenes beiratkozást biztosítottunk. És voltak is ráérdeklődők szerencsére. Hogyne, több mint 250-en iratkoztak ott a helyszínen. Akkor eredményes volt. Az informatika osztályunk segítségével idén már végre laptoppal tudtuk csinálni helyben, úgy, mintha benne lennénk a könyvtárba, interneten keresztül. Hát a 21. század lassan, de biztosan betört, ha nem is pont Vereckénél. És kanyarodjunk még vissza a gyermekek felé. Ugye ez a vasárnapi programmal kapcsolatban van egy rajzpályázat is, amit a gyermekkönyvtárban hirdettek meg. Milyen témában lehet indulni? Ezt kimondottan a természet témája, az a madarakhoz kapcsoltuk. Kedvenc madara, állata a gyermeknek, és majd Gőgös Zsuzsanna fogja elbírálni. Akkor egy szakértő lesz. Hogy ezzel a feladattal is meg akarjuk bízni. És nemrég volt Telegdi Ágnes is nálunk, akinek gyermekkönyvei, illetve természetfotós is a Ó, azok a csodálatos állatok című könyvsorozata, nagyon híres a gyermekeknek. Ott pedig Magyarország állataiból a Kedvenc állatot című rajzpályázat. Hát több mint 50 rajz van. Most is kiállításképpen ott van a könyvtárban. Emellé akarjuk majd a vasárnapit mellé tenni. És milyen egyéb programokkal készülnek esetleg még az év vége felé? Hát emlegettem már az Országos Könyvtári Napok kapcsán a két művészkört. Ők folyamatosan egy állandó programot biztosítanak, tehát minden hónap első csütörtökje és minden hónap utolsó hétfője egy irodalmi délutánnal és általában kiállítás megnyitóval zajlik, ami azt jelenti, hogy a hátralevő három hónapban, ha jól számolok, október, november, december, még 6 kiállítás és 6 irodalmi délután várja a kedves látogatókat. Szuper, remélem minél többen lesznek. Várjuk őket. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött. Köszönöm szépen én is.